Közeleg a szerelmesek ünnepe, amire nem csak a párok, hanem az üzletek is készülnek. Az egyik székesfehérvári virágbolt tulajdonosa elmondta, továbbra is nagyon népszerű a férfiak körében, hogy egy szár rózsával ajándékozzák meg szívük választottját. Felkészülünk piros rózsából, vörös rózsa minden árnyalatával és fajtájával, mert tradicionálisan ez az első számú virág, amit szeretnek vinni az úriemberek a szeretett hölgynek. Ezen kívül készítünk előre kompozíciókat, hogy csak felkapják és futhatnak vele tovább haza, és így nem kell időben várakozni rá. Ezek általában virágboxok, kisebb csokrok, vagy csak előre elkészített rózsaszálak feldíszítve. De nem csak a virág népszerű ajándék ilyenkor, a legtöbb fehérvári egy-egy szívecskés aprósággal lepi meg párját. Meglepem sütivel, meg ilyen kis falatkákkal, meg rajzoltam neki igazából ennyi. Sütök neki a süteményt, meg készítek neki majd reggelit, remélhetőleg otthon lesz, ami nem mindig van otthon, és meglettem ilyen kis pohár, boros pohár ajándékos készlettel. Sokan döntenek a hosszú hétvége mellett is ebben az időszakban, valamint a szerelmesek körében nem ritka az sem, hogy étteremben fogyasztanak el kettesben egy vacsorát. Sok vendéglátóhely különleges ajánlattal készül erre az alkalomra. Minden évben próbálunk egy kicsit változtatni, újítani. Most ugye tavaly az ismert események miatt nem volt, hiszen zárva voltunk, és most idén visszatérünk egy kicsit a régebbi dolgokhoz, hiszen most nem büféasztalos megoldással készülünk, mint az azt megelőző két alkalommal, hanem ismét étlapról való rendeléssel, tehát február 14-én várjuk a szerelmes párokat, nagyon szép valentinnapi dekorációkkal. Bármire is essen a választás, a legfontosabb mégiscsak az, hogy a párok az év minden napján tiszteljék és szeressék egymást, ezt pedig méltó módon ünnepelhessék meg február 14-én.